Nem csak a szívekben, hanem a szerb nép történelmében is jelentős helyet foglal el az első világháború idején történt toplicai felkelés, fogalmazott ünnepi beszédében Alekszandar Vučić. Szerbia miniszterelnöke kifejtette, ma sokan megkérdőjelezik, hogy a felkelés résztvevői hősöke, a történelmi tények azonban egyértelműen ezt igazolják. Ustanka nije bilo u velikim evropskim državama, koje su također bile pod okupacijom, a imale su mnogo moćnije vojske od srpske. Već se ustanak desio u malenoj Srbiji, u ovoj našoj toplici, kraju poznatom po gostoprimljivim, poštenim, hrabrim i vrednim ljudima, koji ne odstupaju pred zlom i ne mire se sa ropstvom, makar pred sobom imali hiljadu puta jačeg neprijatelja i najveću vojnu silu tog doba. Alekszandar Vučić arra is kitért, hogy a szerb nép nem csak az első világháború idején bizonyította haza szeretetét. Danas, ovde pred vama, dragi junački narode srpske toplice, želim da vam se zahvalim i na svemu drugom što ste dali za Srbiju. I u drugom svetskom ratu, ali i u ratovima 90-ih, jer vi nikada niste pitali za sebe, za svoje živote, davali ste ih za svoju Srbiju, jer vam je ona i samo ona uvek bila važnija od svega. Prokupjén vallási szertartással és koszorúzással emlékeztek a toplicai felkelésben elesettekre. Az 1917. február 26-ától március 25-ig tartó felkelés volt az első világháború egyetlen fegyveres felkelése. A szerbek a bolgár és az osztrák-magyar monarchia csapatai ellen harcoltak.